Zavartalanul halad a forgalom a Kávária utcában, kedden késő délután azonban nem lehetett se behajtani ide, sem pedig kihajtani innen. Az arra közlekedőket váratlanul érte a változás. Kocsival közlekedtem a felüljáró felé, és akkor láttam, hogy le van zárva itt az út. Rendőrautót, meg tűzoltóautót is láttam itt, de hogy mi történt, azt nem tudom. Annyit láttam, hogy jó nagy forgalmi dugó volt, főleg a város felől jövő, gondolom nem tudtak ide lekanyarodni, úgyhogy hosszú kocsisor volt. A fennforgást egyebben a házban lakó férfi idézte elő, aki azt állította, hogy bántalmazták, ezért érkeztek ki a rendőrök. Az egyenruhások megállapították, hogy a bántalmazás nem történt meg, azonban a férfi lakásában egy bombára hasonlító szerkezetet találtak. A rendőrségre tegnap a késő délutáni órákban érkezett egy bejelentés bűncselekményről. A helyszínre érkező kollégáimat egy zavart állapotú férfi fogadta, aki elmondta, hogy őt bántalmazták. A rendőrök megállapították, hogy a férfi sérelmére bűncselekményt nem követtek el, a bejelentőt viszont állapotára tekintettel a mentőkórházba vitték. Munkatársaim a férfi lakását átvizsgálták, ennek során egy ismeretlen eszközt találtak, ami miatt a Kálvári utcának a Kert utca és a 821-es számú út közötti szakaszát lezárták, és a győri tűzoltókkal közösen az ott található lakóházakat biztonsági intézkedés keretében kiürítették. A rendőr, tűzoltó, parasztrófavédel, minden volt itt. És át kellett mennünk a iskolába, akik itt voltak, laktak, és le volt itt minden zárva egész az építkezésig. A utca is, akkor a parkolót kiürítették, nem engedtek be senkit. A vizsgálat idejére közel 60 embernek kellett lakását elhagynia, akik közül heten a közeli iskolában húzták meg magukat. Megijedtünk, de azt hittük, hogy hamar vége lesz. Aztán először itt a parkolóban voltunk, azt utána mondták, hogy a iskolát megnyitották, menjünk oda. A rendőrség a szerkezet vizsgálatát követően megállapította, hogy az veszélytelen, így nagyjából 3 óra után feloldották a lezárást.